Sziasztok srácok, én Van Joke vagyok, és ma a winrate témakörről lesz szó. Rég nem csináltam már videót, de most két ötletem is támadt. Alapvetően azért nem készül sok videó egyébként a YouTube-ra, mert nem szeretném ilyen csata visszajátszásokkal, meg ilyen mindenféle dolgokkal fölhigítani a csatornát, hanem alapvetően egy ilyen átfogó dolog lenne. Javarésze egyébként az anyagoknak még mindig aktuális, hiszen oktató anyagok. Ez is egy, úgymond egy segédanyagnak készül, szerintem ilyen még nem készült a csatornán. A leggyakoribb kérdés az az, hogy hogyan befolyásoljuk a győzelmi arányunkat, illetve miért magasabb a győzelmi aránya mondjuk egy X játékosnak, mint egy Y-nak. Rögtön egy nagy általánossággal kezdeném, hogy miért nagyobb a vírét egy játékosnál, mint egy másiknál. Alapvetően nem a győzelmi aránya lényeg, illetve nem maga a győzelmi sorozata lényeg, és ezt nem is egy napra vetítve kell nézni, hanem mondjuk hetekre, vagy egy heti periódusra, vagy például egy havi periódusra, vagy 1000 csatára kell nézni a vírétet. Tehát olyan nincs, hogy mondjuk egy nap alatt te általában ennyit nyersz, a másik nap pedig csak amannyit. Mert nekem is van olyan, hogy mondjuk egy nap mondjuk nem nyerek, csak mondjuk 10 csatából mondjuk 4-et, a következő nap meg mondjuk 10 csatából 8-at, de ez nem minta. A minta az az, hogy egy hét alatt, vagy több csatára vetítve, mondjuk 100 csatára vetítve mennyit veszítesz, vagy nyersz. Abból már lehet úgymond következtetést levonni. Alapvetően nem a győzelemre kell törekedni a játékosnak, hanem a játék teljesítménye növelésére. Tehát nem görcsösen nyerni akarni kell, tehát nem az legyen a célotok, hogy mindenképpen győzzetek, illetve a győzni akarás legyen benne az emberbe, hanem az, hogy hogyan tudna többet sebezni, többet hozzátenni egy csatához. Teljesen mindegy egyébként, hogy nyersz-e csatát vagy veszítesz, hogyha általában véve jól játszol abba az adott csatába, tehát vesztes csatába is lehet parádésan teljesíteni. Nekem egyébként 49.381 csatára vetítve 57,15 a győzelmi arányom. Ez úgy általában véve ennyi szokott lenni, de összességében azért emelkedő tendenciát mutat, tehát nekem is növekszik ez az érték. Ezt leginkább úgy tudom elérni, hogy általában véve figyelem a játék teljesítményemet. Itt van például ez a csata számláló. Ezt javaslom, hogy állítsátok be úgy, itt a beállításoknál lehet egy olyat csinálni, hogy ne törlődjenek a statisztikák naponta. Az első lépés ahhoz, hogy az embernek jobb legyen a vírétje, az, hogy kritikus legyen önmagával szembe, és próbálja meg úgymond figyelni, illetve monitorizálni azt, hogy mit csinál. Én is figyelemmel követem azt, hogy melyik tankkal hogy teljesítek, és ebből le is lehet vonni némi következtetést. Úgy, hogy nem törlődik a statisztika naponta, így már eleve meg lehet tekinteni azt, hogy például 184 csata alatt nekem most 59,24 a győzelmi arányom. Milyen dolgok vannak hatással az embernek a győzelmi arányára? Leginkább én azt mondanám, hogy milyen játék teljesítményen játszik az ember. Ezen kívül, hogy az ember ugye milyen játék teljesítményen játszik és mennyire fejlődik, lehet bizonyos dolgokat úgymond tenni az ügy érdekében, hogy még egyszerűbb legyen a dolog. Itt van példának okáért a stokkos-tankos játék. Tehát, hogyha például mondjuk valaki mondjuk játszik mondjuk egy T10-zel, megkeressük a T10-et a garázsban,
itt van például a T10-es Verda, tegyük fel, hogy mondjuk valaki 277-es árat fejleszt. Ugye a T10-nek annak alapvetően háromféle ágyúja van, és ugye még más egyéb dolgok is, például motor, rádió, torony és a többi. Nézzük például ezt a torony kérdést, tehát hogyha például stokkos tankkal játszik az ember. Ugye most jelenleg egy 250-es toronyfronttal rendelkezik a T10, ami ívelt, tehát a effektív páncélzata a sokkal jobb, mint 250. Ugye ennél a toronynál gyakorlatilag ahhoz, hogy mondjuk itt ezt a részt, vagy itt ezt a részt, ha nem találják el a kupolát, az, hogy beüst, lényegesen nagyobb átütésre van szükség, mint 250. Gyakorlatilag 300 fölötti átütéssel se tudod itt így ezt a részt olyan könnyen beütni, csak itt mondjuk itt ezt az alsó részt, mondjuk a nagyobb átütésű Tier 10-es TD-k be tudják ütni. Itt a testpáncélzatáról, arról nyilván nem kell most szót ejteni, mert ez egy rosszul páncélozott nehéz tank, de a torony páncélja az ezzel a toronnyal lényegesen jobb. Most, hogyha fönt lenne rajta egy alaptorony, annak csak 201-es a páncélzata, és hogyha megnézitek ezt a tornyot rajta, egy pillanat, és már nyomatom is. Most megveszem rá ezt a tornyot, hogy lássátok, hogy mi a helyzet. Nyilván összehasonlításba is be lehetett volna rakni, de teljesen lényegtelen. És ez a torony, ez gyakorlatilag sokkal-sokkal kevésbé ellenálló itt ezen a részen. Tehát itt ezt a tornyot már lényegesen egyszerűbb beütni, illetve ugye itt magasabb is itt ez a része a toronynak, és itt simán overmatchelhető, tehát itt simán be tudják ütni, akármivel is, hogyha itt a toronytetőt eltalálják, másik toronynál pedig nem. Továbbá, hogyha megnézitek a Tier 10-es ágyút, ennek van egy 340-es primátütése, illetve van itt egy Tier 8-as ágyú, ami 217-es prímlőszerrel és 175-ös alapátütéssel rendelkezik, míg itt már 258 a alap lőszer is. Elmondani nem tudom, hogy ezzel a Tier 8-as ágyúval, ezzel a 175-ös átütő erővel milyen szinten büntetés már Tier 9-be is. De talán még azt mondom, hogy ez a 175-ös alap átütő erő, ez még Tier 8-ba is nevetséges. Tehát például Kokeyer 225 az alap átütése a Defendernek, amivel most játszottam. Tehát ez gyakorlatilag stokkos tankkal játszani, az mindenképpen büntetésnek nevezni. A másik dolog az, hogy metatankkal játszatok-e többet, vagy alap mindenféle gyengébb átlagos tankokkal. Tehát például egy metatankkal, itt van például most a Defender példának, most a Defendert gammárkoltuk, 438 csatára vetítve 62%-a win rate-en. Ennek marha egyszerű az oka, a Defender még most is jó tank, és abszolút helytáll a metába, tehát hogyha az ember törekszik arra, hogy mindig erős tankkal játszon, akkor nyilvánvalóan nagyobb lesz neki a győzelmi aránya, hiszen az a tank nagyobb meccsdöntő képességgel bír. Tehát, hogyha a Defender például berakja top tiernek, akkor én azt gondolom, hogy kutya kötelességetek megnyerni azt a meccset, hogyha top tierek vagytok, hiszen akkor tier 6-os tankok ellen gyakorlatilag nagyon rossz az esélye bármilyen tier 6-os tanknak egy Defender ellen. Hogyha megnézitek, akkor például a Kokeyer mondjuk a 121-jel, azzal már csak 51% a win rate-em. A 121 régen se volt egy túl erős tank, és hát én azt mondom, hogy most is egy közepes, egy erős közepes, vagy egy közepes alatti átlagos tanknak mondanám a 121-et. Viszont hogyha ugyanígy mondjuk megnézzük a Progettót, ott szintén 58% a win rate, vagy hogyha megnézitek mondjuk a Leopárt egyet, akkor 379 csatára 61% win rate-en van. Ez rém egyszerű dolog, a Leopárt egy még mindig egy nagyon-nagyon-nagyon erős top tank, nagyon jó DPM-mel, nagyon jó átütéssel, pontos ágyúval, tehát gyakorlatilag
egy jó tankkal én azt gondolom, hogy az embernek nagyobb a ráhatása a meccsekre, mint egy gyenge tankkal. A másik dolog, ami fontos lehet így győzelmi arány témakörbe, az az, hogy ha az ember többet szakaszozik mondjuk a klánjával jobb játékosokkal, akkor három játékosnak sokkal nagyobb a ráhatása egy meccsre, mint egy darab embernek. Ugye hárman én azt gondolom, hogy meg tudtak nyerni bizonyos flankeket, oldalakat a mapon, illetve hogyha megfelelően osztjátok szét a tankokat, például két TD-vel játszatok egy light tankkal, akkor én azt gondolom, hogy lehet azért farmolni a win rate-et, hiszen összedolgozik a szakasz. Azért egy hármas szakasz, pláne ha jó játékosok játszanak együtt, akkor lényegesen nagyobb win rate-et tudnak elérni. Gondoljatok itt arra, hogy például mondjuk tier 10-be három darab jó játékos összeáll ilyen KPZ-kkel, meg chieftainekkel, meg early-kkel, akkor instant le tudnak hozni gyakorlatilag egy oldalt. De még azt mondom, hogy még egy gyengébb tankkal, még egy 277-tel is mindenképpen együttműködve sokkal nagyobb hatékonyságot tudnak elérni, és kitisztítani egy oldalt. Mit szerettem volna még nektek mondani? Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mindenképpen része a játéknak a premium lőszer, és a win rate-hez is hozzátartozik az, hogy most már, hogy premium lőszer az legyen a tankba. Ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen premium lőszert kell lőni mindenre, boldog-boldogtalanra, de nézzétek meg például itt a Defendernél is, ugye van egy alap lőszeretek 225-ös és 265 a prémium keményfémmagas lőszer. Bizonyos esetekben, bizonyos tankoknál, talán még nem is pont a Defendernél, de például itt van a Type 59, egyszerűen nem tehetitek meg azt, hogy ne legyen prém lőszer a tankba. Tehát úgymond butaságnak mondanám, hogy az ember egyszerűen elzárkózik attól, hogy legyen prém lőszer a tankjába, hiszen példának okáért, hogyha például ez egy tier limites tank, tehát tier 9-ig lakhatja, 185 mm az alap páncéltörő lőszer a Type 59-nek, és 241 a kemény fém magvas. Konkrétan jön veletek szembe mondjuk egy Mausen, vagy egy VK, és azt fogjátok csinálni, hogyha ideális pozícióban van, vagy egy új tier 9-es lengyel TD, és van egy 185-ös alapátütésetek, hogy visszafordultok a tankkal, azért mert nem tudjátok beütni, vagy ott hagyjátok azt a flanket. De ez ugyanígy érvényes a tier 10-re is. De gyakorlatilag az Object 140, az a E-100-at, vagy a Maus-t, vagy akármit prém lőszerrel, ami 330-as, simán le tudja farmolni. Viszont, hogyha úgy döntötök, hogy nem használtok prém lőszert, már csak büszkeségből is, akkor az alap APCR lőszerrel bizonyos pozícióban nem tudjátok meglőni a tankot. Tehát ez választás kérdése nyilván, hogy az ember mivel lő, mikor mivel, hiszen azt mondják, hogy flankeld meg az adott tankot, de vannak olyan pályák, amikor egyszerűen nem tudsz valakit megflankelni, és olyankor muszáj prém lőszert használnod, hiszen meg tudsz vele oldani bizonyos szituációkat. A másik dolog, amit szerettem volna nektek mondani vérét ügyileg, az, hogy ha ki van fejlesztve a tankon a módosított konfiguráció, és ezt így tudjátok váltogatni, akkor bizonyos tankokkal jelentős eredménykülönbséget tud az hozni, hogy a megfelelő taktikára álltok le, illetve a megfelelő pálya kontrollpozikat használjátok. Példának okáért egy Burrasca, egy Leopard 1-jel lehet játszani spottert, lehet játszani dimigelést. Ha városi pálya van, akkor nyilván még akár azt mondom, hogy egy gámárkozásnál egy Leopard 1-re lehet rakni egy edzést is, hiszen annyival több HP-d van, és el tudod dönteni, hogy mit akarsz. Tehát még a Defendernél is, ott is váltogatni kell a setupot. Azért emlegetem most folyton a Defendert, mert azzal játszottam, úgyhogy azt láthattátok játék közben. Alapvetően turbóval használom, hogy mindenféle pozícióba odaérjen, de ha városi pálya van,
akkor edzéssel használjuk. Tehát ezt használni kell, és használnatok kell az eszeteket, hogy most adott szituációba egy medium tankkal spotolni szeretnétek, vagy inkább damage-elni, vagy alternatív pozíciókat használtok. Egyébként egy nehéz tankkal is lehet spotolni, hiszen hogyha például Prohorovkán elbukjátok a java részét, a közepet, meg a sintől jobbra a dombot, akkor hogyha egy előretolt pozíciót fölvesztek például egy ilyen defenderrel, és csak kiteszitek a tornyatokat, akkor még mindig lehet, hogy többet tudnak lőni, többet tudnak spotolni. Itt is például az utolsó csata, most amikor sikerült a gammark, akkor 2346 nőtt, 2345 spot assistunk volt a 3000 sebzés mellé, ami már így 3000 és 5500 kombi körül jött ki a végeredmény. Tehát gyakorlatilag, ha nem lett volna ez a 2300 spot, mert végig toltuk a bokorsort a gödörbe, akkor sokkal rosszabb lett volna a végeredmény. Tehát egyszerűen az embernek használni kell az agyát, és akkor így lehet növelni úgymond a win rate-et magával a teljesítménynek a növelésével. Ez is, amikor írja valaki, hogy 10-ből 8 meccset elbuktam, és közben meg ennyi meg annyit sebeztem, nem feltétlenül függ össze a win rate-tel az, hogy mondjuk leghátul állsz és mennyit sebzel. Nyilván törekedni kell arra, egyébként akkor lesz az embernek jobb a win rate-je, hogyha azt is növelni tudja a túlélési hatékonyságát, tehát hogy minél később haljon meg. Egy jó játékos, az majdnem mindig utolsók között hal meg, mert fölöslegesen nem dobod oda a HP-dat, nem jolózol, nem mész ki a mező közepére csak azért, hogy valakiből belelőj egyet, vagy valakit le tud tárazni. Tehát ezeket az embernek mérlegelnie kell, és akkor automatikusan nőni fog a hatékonysága. Egyébként pont ehhez a tank win rate-hez még annyit tudok hozzátenni, ugye a win rate-hez, hogy ti is látni fogjátok egyébként, hogy melyik tankkal milyen a win rate-etek és hogy teljesítetek. Ebből le lehet szűrni azt, hogy a játékstílusotoknak melyik tank felel meg jobban. Én se játszom minden tankkal ugyanolyan jól. Általában véve például nehéz tankkal sokkal jobban játszom, mondjuk mint gyengén páncélozott táras medium tankkal, vagy mondjuk light tankkal. Sőt, light tankozni én azt hiszem, hogy kifejezetten csapnivaló light tankos vagyok. Nem is nagyon erőltetem a mondjuk a tier 10-es, meg a magasabb tierű light tank gammarkokat, hanem inkább nehéz tankokkal, meg medekkel játszom. Sőt, igazából azt gondolom, hogy TD-zni se annyira szeretek, mert nem szeretem az annyira passzív játékot. És ebből kifolyólag nyilván azt gondolom, hogy TD-vel valószínűleg rosszabb is a win rate-em, mint például nehéz tankkal, vagy medium tankkal, bár hozzátartozik a játékhoz, hogy jelenleg a medium-nehéz tank hibridekkel lehet, én azt gondolom, a leghatékonyabban játszani. Tehát gyakorlatilag a 277 VZ55, illetve a gyors, jól páncélozott Huldan medium tankok, azok sokkal nagyobb hatással vannak jelenleg a metára, mondjuk mint a TD-k vagy a light tankok. Sok pályán egyébként light tankkal nem is nagyon lehet mostanában mit csinálni. Remélem hasznosnak találtátok a videót, illetve így az elemzést a dologba, és tudjátok majd alkalmazni. Most kitérhetnénk még itt sok mindenre, a legénységre, a skillekre, a felszerelésekre, meg mindenre, de szerintem a lényeget le lehetett ebből szűrni. Majd jelentkezek még újabb videóval. Sziasztok, Ranjók voltam!